Minden a közfoglalkoztatásról szólt csütörtökön a Continental Arena parkolójában, az első megyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron. A 40 darab kiállító faházat is a munkaprogramban résztvevők készítették. Ezekben mutatkoztak be a megye települései, Máté Szalkán például a közel 700 közmunkás 6 különböző tevékenységet végez. Új elemként a mezőgazdasági, illetve a bioenergia növénytermesztést vettük előtérbe. Itt a mezőgazdasági termesztés Máté Szalkán település nagyságánál fogva ez nem volt jellemző. Most 4 hektáros területen mintaértékűen próbálunk olyan konyhakerti növényeket termeszteni, amelyeket név engedéllyel a város alapellátási konyháira be tudtuk vinni. A rendezvény megnyitóján Hoffmann Imre, közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kiemelte, fontos, hogy a közfoglalkoztatottak visszakerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. Jelenleg a résztvevők 12,5%-ának a 180 napos program után ez sikerül. A különböző képzések szervezése is egy kiemelt feladat számukra, amelyen az elmúlt időszakban több mint 170 ezeren vettek részt. A 2012 és 2015 között 175 ezer fő vett részt a képzési programjainkban, akiknek a 98,5%-a sikeresen befejezte a programokat. Mi arra helyeztünk nagy hangsúlyt, hogy elsősorban UK-s képzéseket tartsunk. Természetesen, mivel az érintett kör ugye alacsony iskolai végzettségűek, legfeljebb 8 általános iskolai végzettségűek, azért be vannak határolva a képzési lehetőségeink. A munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve kellett elindítani, és kell most is elindítani a képzési programjainkat. A standokon végignézve kiderül, a legtöbb közfoglalkoztatott mezőgazdasági vagy tereprendezési munkákat lát el, amely bizonyítja, hogy a programmal egyidejűleg egy településfejlesztés is megvalósul, hangzott el a rendezvényen. A megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, a negatív kritikákra ad választ ez a kiállítás, bemutatva azt az értékteremtő munkát, amelyet nap mint nap végeznek a közfoglalkoztatottak. Gyakran az a vád éri a közfoglalkoztatást, hogy haszontalan, fölösleges, nincs valódi közösségi haszna, és az egyén az abban résztvevő számára sem hozza azokat az eredményeket, amelyeket ehhez a programhoz rendelnek. Ezzel szemben az én állításom az, és szerencsére mindazoknak, akik támogatják a közfoglalkoztatást, és hát első helyen a magyar kormány, aki ehhez forrásokat biztosít, és megszervezte ennek a rendszerét. A helyi munkanélküliségi ráta javítására nemrégiben egy foglalkoztatási paktumot írt alá a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal, amelybe a közmunkásokat is bevonják majd, közölte Kozma Péter kormány megbízott. A kormány jóvá is hagyta, alá is írtuk ezt a szerződést, most már a megvalósítás részénél vagyunk, és azt szeretnénk elérni mind a ketten, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebből a 2,3 milliárd forintból, amelynek jelentős része tényleg munkahelyteremtésre, meg munkahely megtartásra fog fordítódni, sikeres legyen. Az egésznapos rendezvényen 13 járás, összesen 74 települése képviselte magát és mutatta be közfoglalkoztatottjainak munkáit Nyíregyházán.